Február 19-3 Mózes 7-28-9-6. Azután így beszélt Mózeshez az úr. Mondd meg Izrael fiainak, aki békeáldozatot mutat be az úrnak, az vigyen békeáldozatából áldozati ajándékot az úrnak. Saját kezével vigye oda az űrtűz áldozatait. A kövérjét a szegyével együtt vigye el, a szegyét azért, hogy felmutassák, felmutatott áldozatul az úr szín előtt. A pap füstölöktesse el a kövérjét az oltáron, a szegye pedig legyen Ároné és a fiaié. A jobb szombot is adjátok békeáldozataitokból felajánlásként a papnak, annak a része legyen a jobb szomb, aki Áron fiai közül bemutatja a békeáldozat vérét és kövérjét. Mert a békeáldozatokból a felmutatott áldozati szegyet és a felajánlott szombot elvettem Izrael fiaitól, és Áron papnak és fiainak adtam, örök rendelkezéshez Izrael fiainál. Ez Áronnak és fiainak a részesedése az úr tűz áldozataiból, attól attól fogva, hogy az úr papjaivá tették őket. Megparancsolta az úr, hogy ezt adják nekik Izrael fiai fölkenésük napjától kezdve. Örök rendelkezés legyen ez nekik nemzedékről nemzedékre. Ez az égő áldozatnak, az étel áldozatnak és a vétek áldozatnak, a jóvértételi áldozatnak, a fölavatási áldozatnak és a béke áldozatnak a törvénye. Így parancsolta az úr Mózes Mózesnek a sínai hegyen akkor, amikor megparancsolta Izrael fiainak, hogy mutassák be áldozataikat az úrnak a sínai pusztában. Azután így beszélt Mózeshez az úr. Fogd Áront a fiaival együtt, meg a ruhákat, és a fölkenéshez való olajat, továbbá a vétek áldozati bikát, a két kost és egy kosár kovásztalan kenyeret, a nép egész közösségét pedig gyűjtsd a kijelentés sátrának bejáratához. Mózes úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az úr. A közösség is oda gyűlt a kijelentés sátának a bejáratához. Akkor Mózes elmondta a közösségnek, hogy mit kell tenni az úr parancsa szerint. Majd Mózes odavezette Áront és fiait, és megmondta őket vízzel. Ráadta Áronra a köntöst, és felövezte az övvel, azután felöltöztette a palásba, majd ráadta az efodot, felövezte az efodövével, és megerősítette azt rajta. Föltette rá a hósent is, a hósembe pedig beletette az úrimot és a tummimot. A fejére föltette a süveget, a süvegre pedig elől odatette az arany homlokdíszt, a szentfejdíszt, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Azután fogta Mózes a fölkenéshez való olajat, és fölkente vele a hajlékot, és mindazt, ami csak benne volt. Így szentelte föl azokat. Hintett belőle az oltára is hétszer, majd megkente az oltárt és minden fölszerelését, a merencét is az álványával együtt, hogy fölszentelje azokat. Azután öntött a fölkenéshez való olajból Áron fejére, és fölkente, hogy fölszentelje őt. Odavezette Mózes Áron fiait is, Felöltöztette őket köntöseikbe, és felövezte őket az övekkel, azután felkötötte rájuk a papis üvegeket, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Azután odahozatta a vétek bikát, Áron és fiai pedig rátették kezüket a vétekáldozati bika fejére. Miután levágta, vette Mózes a vért, megkente újjával az oltár szarvait körös körül, így mutatott be vétekáldozatot az oltárért. A többi vért pedig az oltár aljára öntötte. Így szentelte föl, engesztelést végezve érte. Majd vette mindazt a kövérjét, ami a bereken volt, meg a májon levő hátját is, és a két vesét a rajtuk levő kövérjével együtt, és elfüstölögtette az oltáron. A bikát magát azonban, annak bőrét, húsát és ganaiát elégette a táboron kívül, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Azután odahozatta az égő áldozatikost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. Miután levágta, Mózes körös körül az oltára hintette a vért. Fölvágta a kos darabjaira, és elfüst tette Mózes a fejet, a darabokat és a háját. A belső részeket meg a lábszárakat megmosta vízben, és tette az egész kost az oltáron. Égő áldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az úrnak, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Azután oda vezette Mózes a másik kost, a fölavatásra szánt kost, Áron és fiai pedig rátették kezüket a kos fejére. Miután levágta, vett Mózes a véréből, megkente azzal Áron jobb fülcimpáját, jobb, jobb és jobb nagy láb. Ujját. Oda vezette Áron fiait is, megkente Mózes a vérrel nekik is a jobb fülcimpájukat, jobb hüvelykujjukat és jobb lábujukat. A többi vért Mózes ráhintette körös körül az oltára. Akkor vette a kövérjét, a farkat és mindazt a kövérjét, ami a bereken van, a májon levő hártyát meg a két vesét, a rajtuk levő kövérjével együtt, végül a jobb combot, a kovásztalan kenyerek kosarából, amely az úr előtt volt, kivette egy kovásztalan lepényt, egy olajos lepényt és egy lángost, és rárakta a kövérjére meg a jobb combra. Mindezeket Áronnak és fiainak a tenyerébe tette, ők felmutatták azokat felmutatott áldozatul az úr szín előtt. Majd kivette azokat a tenyerükből, elfőcstörögtette az oltáron az égő áldozatra téve ezeket. Fölavatási áldozat volt ez, kedves illatú tűzáldozat az úrnak. Akkor fogta Mózes a szegyet, felmutatta azt a felmutatott áldozatul az úr szín előtt, a fölavatásra szent Kózból ez Mózes illette, ahogyan megparancsolta Mózesnek az úr. Aztán vett Mózes a fölkenéshez való ból meg az oltáron levő vérből, ráhintette Áronra és ruhájára, meg a velelevő fiaira és fiai ruhájára. Így szentelte fel Áront és ruháját, meg a velelevő fiait és fiainak a ruháját. Azután ezt mondta Mózes Áronnak és fiainak. Főzétek meg a húst a kijelentés sátrának a bejáratánál, és ott tegyétek meg azt a fölavatási áldozat kosarában levő kenyérrel együtt, ahogyan megparancsoltam, Áron és fiai egyék meg azt. Ami pedig megmaradó a húsból és a kenyérből, azt el. Ne távozzatok el a kijelentés sátrának a bejáratától hét napig, addig a napig, amelyen letelnek fölavatásotok napjai, mert hét napig tart a fölavatásotok. Azt parancsolta az Úr, hogy továbbra is úgy történjék az engesztelésértetek, ahogyan ezen a napon történt. Maradjatok a kijelentés sátrának a bejáratánál hét napon át, éjjel és nappal, és végezzétek tenni az Úr előtt, hogy meg ne halljatok, mert ezt a parancsot kaptam. Áron és fiai megtették mindazt, amit az úr parancsolt Mózes által. A nyolcadik napon szólította Mózes Áront és fiait, meg Izrael véneit. Ezt mondta Áronnak. Végy egy borjút a vétek áldozathoz, egy kos pedig az égő áldozathoz, hibátlanok legyenek. Azután áldozt fel őket az úr előtt. Izrael fiaihoz pedig így szól. Fogjatok egy kecskebakot a vétek áldozathoz, meg egy borjút és egy bárányt az égő áldozathoz, egyévesek és hibátlanok legyenek, továbbá egy marhát, meg egy kost a béke áldozathoz, hogy levágjátok az úr előtt, végül olajjal gyúlt ért el áldozatot, mert ma megjelenik előttetek az úr. Oda vitték tehát a kijelentés sátra elé, amiket Mózes megparancsolt. Az egész közösség is odajárult, és megállt az úr előtt. Ekkor azt mondta Mózes, ezt kell tennetek az úr parancsára, hogy megjelenjen előttetek az Úr dicsősége. Márk 3.31. 4.25. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei Jézusnak, kint megállva beküldtek hozzá és hivatták Jézust. Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki, íme anyád és a testvéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik, ki az én anyám, és kik az én testvéreim. És végignézve a körülötte ülőkön így szólt, Íme az én anyám és az én testvéreim, mert aki Isten karatát cselekszik, az az én testvérem és az én anyám. Ismét tanítani kezdett a tengerparton, és igen nagy sokaság gyülekezett hozzá, ezért hajóba szállva a tengerem maradt. Az egész sokaság pedig a tengerparton volt. Sokat tanította őket példázatokban, és ezt mondta nekik tanítás közben: Halljátok! Íme kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az útférre esett, jöttek a madarak és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, amikor viszont felkelt a nap, megperzserődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Másrésze a tövések közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott, egyik a 30 szorosát, másik a hatvanszorosát, sőt, némelyik a százszorosát is. Majd hozzátette. Akinek van füle a hallásra, hallja. Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel együtt megkérdezték a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk. Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak minden példázatokban adatik, hogy látvánlásanak, de ne ismerjenek, és halván halljanak, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Azután így szólt hozzájuk. Nem értitek ezt a példázatot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. Az útfére esett mag azok, akiknek hirdetetik az ige, de amikor hallgatják, azonnal jön a sátán, és kiragadja a belőjük vetett igét. A köves helyre vetett mag azok, akok, amikor hallgatják az igét, azonnal örömmel fogadják azt, de nem gyökerezik meg bennük. Ezért álhatatlanok, ha nyomorúságot vagy üldözést kell el szenvedniük az ige miatt, azonnal elbuknak. Megint más a tövisek közé vetett mag, ezek azok, akik meghallják az igét, de a világ gondja, a gazdagság csábítása vagy egyéb dolgok megkívánása benövi és megfolytja az igét, úgyhogy az sem hoz termést. A jó földbe vetett mag azok, akik hallják az igét, befogadják, és az egyik harminc annyi, a másik hatvan annyi, némelyik pedig száz termést hoz. Azután megkérdezte tőlük, vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami kine derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, az hallja. Ezt is mondta nekik. Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. Sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. 37. Zsoltár 12.29 Ármánykodik a bűnös az igaz ellen, és a csarkodik ellene. Az úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön majd a napja, Kardot rántanak a bűnösök, kifeszíti kiúkat, hogy elejtsék az elejtsettet és szegényt, hogy levágják az egyenes úton járókat. De kardjuk saját szívüket járja át, és íjaik összetörnek. Többet ér a kevés az igaznak, mint a gazdagságosok bűnösnek, mert a bűnösök karja összetörik, de az igazakat támogatja az úr. Ismeri az úr a fethetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké nem szégyenülnek meg a gonosz időben sem, jól laknak az éhínség napjaiban is. De megsemmisülnek a bűnösök, elenyésznek az úr ellenségei, még ha olyanok is, mint a viruló létek, rétek füsként el. Kölcsönt kér a bűnös, te nem adja vissza. De az igaz, könyörületes és adakozó. Akiket megáld az úr, öröklik a földet, akiket megátkoz, elpusztulnak. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Gyermek voltam, meg is öregettem, de nem láttam, hogy elhagyottál lett az igaz. Sem azt, hogy gyermekek oldussá vált. Mindenkor könyörülés és kölcsönad, gyermeke áldott lesz. Kerüld a rosszat, tegyél jót, és itt lakhatsz mindvégig. Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el híveit megőrzi őket mindenkor, a bűnösök utódait pedig kiírtja. Az igaza köröklik a földet, és ott laknak mindvégig. Példabeszédek 10-5 Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú, de aki aratáskor alszik, az szégyelni való. Ámen.